Helyreállt az új autópiac, 2020 áprilisában csupán 6000, novemberben már több mint 13000 új járművet helyeztek forgalomba. Több százmilliós fejlesztés, megújult Nyírtelken a Királytelek vigadó, új központi épületet kapott a sportközpont, és több önkormányzati intézményt is korszerűsítettek. Bővülő lehetőségek, a határ két oldalán tevékenykedő vállalkozókat segíti majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara. Fokozatosan állt helyre az új autókereskedelem 2020-ban. A Kölcsey televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Bár az év egészét tekintve közel 5 évvel csökkent az eladott járművek száma, az év utolsó időszakában már alig maradtak el a számok a 2019-es adatokhoz képest. Az ágazat főszereplői továbbra is azon dolgoznak, hogy a környezetbarát technológiákat részesítsék előnyben a vásárlók. Mint sok más ágazatot, úgy az autóipart is érzékenyen érintette a koronavírus járvány. Tavasszal a gyártóüzemek és szalonok bezárásának következményeként a tavaszi első hullám során több mint 50%-os volt a visszaesés. Nyártól aztán fokozatosan tértek vissza a vevők, augusztusban már csupán 30%-os, novemberben pedig 5-6%-os visszaesés volt tapasztalható 2019 azonos időszakához képest. Az autókereskedelem bebizonyította, hogy jól tudja kezelni a vészhelyzeteket, gyorsan tud rá reagálni. Mindenképpen fontos az ügyfeleink bizalma, és ehhez nekünk, amit meg kellett tenni, azt meg is tettük. Másik oldalról természetesen a kereskedelemnek a volumene azért nem akkora, mint egy évvel ezelőtt, aminek nagyon egyszerű oka van, hogy az ügyfeleink azért olyan környezetben mozognak, ahol sok a megbetegedés, sok a bizonytalanság, és természetesen, aki tudja halasztani, az inkább úgy dönt, hogy megvárja, amíg ez az időszak lecseng, és remélhetőleg jövő tavasszal már egy egészen más lelkiállapotba, egy egészen más környezetben nyugodtan tudnak visszatérni az autóvásárlásra. A szalonok tehát helytálltak a válságidőszakban is, a piacnak azonban egyéb általános problémával kell szembenéznie évről évre. Továbbra is gondot jelent ugyanis, hogy hatalmas mennyiségben érkeznek be a 15 évnél is idősebb használt autók. Ezek rendszerint erős károsanyag kibocsátással rendelkeznek, amely szembe megy az Európai Unió környezetvédelmi törekvéseivel. A cél az, hogy létrejöjjön egy olyan szabályozás, ami visszaszorítja az ilyen járművek behozatalát. Ennek ellenére az is elmondható, hogy az új autók piacán már többen keresik a környezetbarát autókat a dízelekkel szemben. Minden várakozáson felüli az a változás, ami az új technológiák felé történik Magyarországon. Ebben jelentős szerepe volt annak, hogy a nyáron kiírt elektromos autó támogatási rendszert ugye másfél nap alatt kimerült, be is kellett zárni, és sajnos ősszel nem került újra kiírásra, de ez sok ezer autónak az értékesítését tette lehetővé, és ezek tisztán elektromos autók. Emellett, avval együtt, hogy a gyártóknál ma már nagyon kevés olyan szereplő van, aki nem kínál korszerű kisfogyasztású hibridet, a kínálat jelentős növekedésével, és a régebbi technológiájú dízelautóknak, illetve benzines autóknak a folyamatos áremelkedésével van már egy olyan potenciális réteg, aki inkább az új korszerű technológia mellett dönt, még akkor is, hogyha ez drágább. Gablini Gábor hozzátette, ebben a tekintetben Magyarország kiemelkedik Közép-Európában. Az elmúlt hónapokban számos gyártó bejelentette, hogy 2021-ben még több modellt hirdetnek meg a tisztán elektromos, valamint hibrid hajtású járművek kínálatában. A szövetség elnöke is abban bízik, hogy már az új év első hónapjaiban újra állami támogatás lesz elérhető, ami tovább élénkítheti az elektromos autók iránti keresletet. Mintegy 360 millió forintból a Zöldváros program keretében megújult Nyírtelken a település egyik jelképének számító Királytelek vigadó. Új központi épületet kapott a sportközpont, és több önkormányzati intézményt is korszerűsítettek 2020-ban. A jövőévi tervek között szerepel a városháza új épületének kialakítása és egy pihenővezet létrehozása. A 7200 lakos számláló Nyírtelek másfél milliárdos költségvetéssel vágott neki a 2020-as évnek.
Az önkormányzat legfontosabb feladatának azt tekintette, hogy biztosítsa az intézmények nyugodt működését. Pályázati forrásból és saját erő segítségével megújultak az orvosi, gyermekorvosi rendelők és a védőnői szolgálat épületei. Az egyik óvodát már felújították, a másikkal kapcsolatban a közbeszerzési eljárásnál tartanak, és egy bölcsődei szobával is bővül a hálózat. Az intézményekben felújították a játszótereket, a jövőben pedig a közterületi játszótereket is bővítik és korszerűsítik. Emellett kívülbelül megújult a város egyik jelképének számító Királytelek Vigadó. A legnagyobb projekt a Zöld Város volt, amely a Vigadó felújításában csúcsosodott ki. Ezt 1883-ban építették itt Nyírtelken, és ez volt mindig is Nyírteleknek az egyik legjellemzőbb, legkarakteresebb épülete, amelyet most felújítottunk, de úgy újítottuk fel, hogy mellette volt a Coop épület, és azt is megvásároltuk, és az egészet egybezártuk. Technikailag teljességében, illetve gépészetét tekintve plusz egy parkot is készítettünk hozzá, amit volt ott mögötte egy kis rész, de azt jelentősen fel kellett újítani. Üzlethelyiségek kerültek kialakításra, és most azon dolgozunk, hogy megtöltsük majd tartalommal, egy olyan rendezvény terem legyen itt Nyírtelken, ahova nagyon szívesen járnak ki Nyíregyházáról is. A régi honvédségi baraképületek helyén már korábban elkezdődött egy sportcentrum kialakítása, ami idén egészült ki egy központi épülettel. Alapjában ugye volt egy futballpályánk, amellé következett egy műfüves focipálya építése, aztán a futókört elkezdtük felújítani, a fenti részen is kialakítottuk újra a sportpályát, amely lovasoknak gyakorlópályának szolgál, aztán hozzákapcsoltunk egy kondiparkos pályázatot, és a kondiparkot is sikerült felépítenünk, majd ezt az egészet körbekerítettük, és tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy a koronát a sportnak épített öltöző tette fel erre az egész létesítményre, amely 143 millió forintból épül, de nyilván vannak még további terveink, itt kosárlabdapályát szeretnénk, lábteniszpályát szeretnénk. Állami forrásból 2020-ban több út is megújult a városban. A települést átszelő kerékpárút, a tavaly átadott nyugati elkerülő és a Nyírtelket nyírszőlőssel összekötő út olyan infrastruktúrális fejlődést eredményezett, amelynek következtében egyre többen érdeklődnek az önkormányzati telkek iránt. Vannak központi telkeink, ahol korábban az volt a bevett gyakorlat, hogy ilyen kettőt tudtunk eladni évente, maximum hármat. Most ebben az évben már 8-at adtunk el, és ugye még nincs év vége. És tulajdonképpen egy utcát teljesen betelepítettünk fiatalokkal, Nyíregyházáról, Nyírtelekről, tehát nyírtelkiek is gondolkodnak abban, hogy itt maradjanak, de egészen Nyírvátorból is költöztek ide, és ezt a pénzt nem használjuk el semmi más célra, csak hogy ugyanezeket a telkeket még komfortosabbá, még jobbá tegyük, illetve bővítsük itt ezt a központi telekrészt, és csatornázásba, útépítésbe fogjuk fordítani, hogy ez még színvonalasabb, még jobban kiépült területté váljon itt Nyírtelken. A polgármester még elmondta, hogy jövőre szeretnék kialakítani a Városháza új épületét, amelyben az önkormányzat mellett a Városüzemeltetési Kft. És több szociális ügyet intéző iroda is helyet kapna. Emellett még a város keleti részén lévő, jelenleg elhanyagolt területen egy szabadidős pihenő övezet létrehozása szerepel a 2021-es tervek között. Nehéz évet zárt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara. A tevékenységei és feladatai nagy részének átszervezésére kényszerült a szervezet. A kihívások ellenére a sikeres pályázatok és az együttműködések biztató jövő évet feltételeznek. Kihívásként élte meg az elmúlt időszakot az iparkamara. A pandémia miatt folyamatosak voltak a jogszabályváltozások, a vállalkozások pedig tanácsot vártak a tevékenységi körük gyakorlásához és a szabályos működéshez, vagy például a Széchenyi kártya felhasználásához. A szakképzéshez kapcsolódó feladatok elvégzése a pályaorientáció tekintetében szintén szokatlan terhet rótt a kamarára. A kamara feladatellátásában nagyon komoly gondot jelentett az, hogy nagyon sok olyan eseményünk, rendezvényünk, feladatunk van, ami a személyes találkozásokra épül. Ezeket át kellett szervezni online formára, tehát itt a tájékoztató előadásokat, a különböző eseményeket, rendezvényeket online módon igyekszünk megoldani.
Egy másik része viszont egy olyan feladatmegoldás, ami kimondottan a szakképzéshez kapcsolódik. Voltak olyan tevékenységek, amiket nagyon nehezen tudtunk elvégezni, vagy nem is tudtunk elvégezni. Konkrétan gondolok itt a pályaorientációra, ami arról szól, hogy általános iskolás gyerekeket viszünk üzemlátogatásra vállalkozókhoz. Ez a vírus kapcsán ez nagyon nehéz volt, illetve voltak olyan üzemlátogatások, amiket nem tudtunk megszervezni. 2018-ban egy magyar-román pályázatot nyert el az Iparkamara, amelyet ebben a pandémiás helyzetben írt alá. Ennek eredményeként a Szatmár Németi Kamarával együttműködve a határ két oldalán tevékenykedő vállalkozókat segítik majd szakmai tapasztalatcserével, üzemlátogatásokkal és a határmenti foglalkoztatás elősegítésével. A személyes találkozás hiánya nehézséget okoz az együttműködésben, ezért jelenleg az adminisztrációs munkák kerültek előtérbe. Felméréseket végeztünk a foglalkoztatással kapcsolatban, és készült egy elemzés. Ezen kívül pedig ennek egy honlapját készítjük el, ahol a vállalkozók majd az ő kis kéréseiket feltehetik, majd illetve a foglalkoztatással kapcsolatos elgondolásaik jelenhetnek meg, és tudnak majd keresni. Tehát ezeket az adminisztratív jellegű dolgokat végeztük, és mivel említettem, hogy ez egy két éves program, bízunk benne, hogy jövő évtől már szabadabban tudunk mozogni, és akkor viszont az üzemlátogatások, üzletember találkozók, tapasztalatcserék, a fiataloknak a pályorientációs üzemlátogatásokat, amiket előre beterveztünk, ezeket mind meg tudjuk majd szervezni. Erre nagyon büszkék vagyunk erre a programra, és a Szatmár Németi Kereskedelmi és Iparkamarával, illetve a Kézműves Kamarával együtt működve bízunk benne, hogy sikeresen végig tudjuk majd vinni. Az Iparkamara nagyon jó kapcsolatot alakított ki a Belgiumban lévő Kelet-Flandriai Kereskedelmi Kamarával, valamint a Genfi Egyetemmel. Ha az utazási korlátozásokat feloldják, Erasmus programot dolgoznak ki pályázati formában a szakmai munkák összehangolása érdekében. Hazai viszonylatban pedig továbbra is segítik a foglalkoztatási paktumok munkáját a szakképzés és a pályaorientáció tekintetében. Kiemelten fontos a vidék felzárkóztatása, az a cél, hogy eltűnjön a vidék és a város közötti különbség. Ezt Halmi József győrtelep polgármestere mondta televíziónak. Szerinte a vírus elleni küzdelemben a vidéki önkormányzatok segítik leginkább az emberek mindennapi életét, pedig a kistelepülések jelenleg gazdaságilag kiszolgáltatottak, és a kormányzati takarékossági intézkedések nehézségeket jelentenek. A jó szó és az összetartás most különösen fontos, mondta híradónknak Győrtelek polgármestere Halmi József, aki 18 éve igazgatja a közösség életét. Szerinte a kis települések valódi problémáival kell foglalkozni, és választ kell rájuk adni. Ez a vírus minden téren egy más önkormányzatot követelt meg. Elsősorban a szociális területre még nagyobb hangsúlyt kellett fektetni, mint eddig. A tavaszi vírus kezelése az hirtelen jött és több feladatot adott, a mostani pedig az őszi, ez meg súlyosabb, inkább azt mondom, jobban fel voltunk rá készülve. Igyekszünk mindenkihez eljutni, akinek olyan szükséglete van, amilyen megélhetési, azoknak igyekszünk segíteni. Nekünk ilyenkor minden évben van egy karácsonyi csomagunk, amit megbővítettünk egy ilyen egészségügyi csomaggal, tisztítószer, fertőtlenítő maszkkal. Így is próbáljuk segíteni a maszk használatot, a fertőtlenítést. Ha valahol panaszol bármi, akkor vagy a gyermekjóléti szolgálat, vagy mind a ketten megyünk és igyekszünk segíteni. Győrtelek polgármestere 2002 óta tagja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlésnek. A politikus szerint most a munkahelyteremtés kiemelten fontos terület a térségben. Az önkormányzatnak csak segítő feladata van. Én azt gondolom, hogy ebbe akár a megye önkormányzat, akár a települések igyekeznek előre menni, előre mozdulni. Nagyon fontos a mi térségünkben is, szerintem egyébként az M49-es út, amelynek a tervezése befejeződött. Én azt gondolom, hogy célegyenesben van is, egy belátható határidőn belül megépül. Azt látom a megye önkormányzatnál, hogy nem a politikai viták csengnek le megyére is, hanem igyekszünk együttműködően a megye érdekében dolgozni. Egyre kevesebb hatáskör van a megye önkormányzatnál, ezért felerősödnek
a választókerületi együttműködések. Én azt is sajnálom, hogy a kistérségek megszűntek. Itt Mátészalka környékén nagyon jó együtt tudtunk működni, tudtuk egymást segíteni. Györtelek közösségében évekkel ezelőtt kiépítésre került a szennyvízhálózat, felújításra került a művelődési ház és a polgármesteri hivatal, elkészült a kerékpárút. A középületek pályázatok révén folyamatosan megújulnak, amely fontos a falu összképe szempontjából, csak úgy, mint a fásítási program és a zöld felületek kialakítása. A közösség életében rendkívül fontos az összetartás, a fejlesztések érdekében a helyi lakosok közreműködésére is számítanak. Legyen gyanús, ha olcsó kölyök kutya hirdetést találunk az interneten, ilyenkor ugyanis valószínűleg egy szaporító szeretne megválni állataitól. Aki ilyen helyről vásárol kutyát, kellemetlen helyzetbe hozhatja önmagát. Támogatja a felelőtlen állattartást, veszélyezteti az anyaállatot és a későbbi szaporulat kölykeit is. Látványos változásokon mentek keresztül bizonyos kutyafajták az elmúlt 100 évben a divat és a megváltozott tenyésztési célok miatt. Nem csak a külsejük változott meg, sok fajtánál genetikai betegségek is jelentkeztek. Sokan kezdtek ugyanis nemesítésbe, ez viszont nem vezetett jó irányba. Ma már szinte nincs is olyan, hogy egészséges angol buldog, a párzás és a szülés is csak orvosi beavatkozással sikerülhet. A tacskóknak sem tett jót a nemesítés, náluk a legnagyobb a porckorong problémák kialakulásának esélye, ami gyakran vezet már 4-5 éves korukban bénuláshoz. A valódi tenyésztők szűrik ezekre a problémákra a tenyésztett kutyákat, a szaporítók azonban nem, ez az egyik alapvető különbség kettejük között. Minden olyan kutya szaporított kutyának, vagy szaporítós kutyának minősül, aki nem törzskönyvezett, illetve betegségekre szűrt kutyának az utódja. Tehát tulajdonképpen mondhatni azt, hogy Magyarországon a kutyáknak a 80%-a körülbelül szaporított kutya. Vannak olyan szaporítók, akik igazából nem szándékosan szaporítanak, hogy így fogalmazzunk, hanem egyszerűen csak tudatlanságból, vagy olyan furcsa indokokból, hogy szeretnék, hogy az anyakutya egyik utódja majd később pótolná, ugye az anyakutya elvesztését, ha erre sor kerül, családi okok miatt, legyen a gyereknek kiskutyázós öröme, vagy kismacskázós öröme. Ennek is köszönhető, hogy rengeteg felesleges kutya születik ma Magyarországon. A szaporítók másik csoportja nagy számban van jelen, ők hivatásszerűen, sokszor embertelen körülmények között szaporítják az állatokat. Az ilyen telepekről egyszerre 100-150 kutyát is kénytelenek elhozni az állatvédő szervezetek. A legtöbbször a Yorkie, Bolognese vagy Westie fajtákat szaporítják, hiszen ezek az állatok kis helyen is elférnek, és nagy rájuk a kereslet. Ezek a tenyésztukák általában 3-4 éves korukra úgy néznek ki, mintha 15-16 évesek lennének, hiszen gyakorlatilag megállás nélkül fialnak, nekik ez a dolguk úgymond. Nagyon szörnyű ezt kimondani, de vannak olyan kutyák, akik soha az életben nem látnak napfényt vagy friss levegőt, mert egész életükben be vannak zárva ezekbe a kis lyukakba, és csak fialnak vége láthatatlanul. Aztán, amikor a szaporító telepek lebuktatói, ugye a szervezetek rájuk találnak, vagy bejelentés érkezik, akkor általában már annyi betegségük van, hogy nagyon-nagyon nehéz őket meggyógyítani ebből. 3-4 éves korukra tele vannak daganatokkal, hatalmasan nő a körmük, irtózatosan fogves a foguk. A szakemberek szerint, ha mindenképpen fajtatiszta kutyát szeretnénk, azt tenyésztőtől vásároljuk meg. Néhány kérdéssel felmérhető, hogy valódi tenyésztővel van-e dolgunk, ilyen például, hogy mióta tenyészti az adott fajtát, mennyi ideig élhet a kiválasztott ebb, könnyű-e a tanítása, illetve hogy milyen típusú szerződést vagy biztosítékot kell aláírni egy kölyök kutya megvásárlásakor. Egy lelkiismeretes tenyésztő mindig megfelelő otthont szeretne a kiskutyáknak, így legyünk felkészülve arra is, hogy nekünk is tesz majd fel néhány kérdést. Ha ez nem így történik, kezdjünk gyanakodni, nem szaporítóval állunk-e szembe. A tabella 6. helyén tölti a téli szünetet a megyei első osztályban az Ibrányi futballcsapat. A Kis Tamás által irányított együttes 5 győzelem mellett 3 döntetlent játszott, és 4-szer szenvedett vereséget. Az Ibrány január 30-án Mátészalkán folytatja bajnoki szereplését.
A tabella 6. helyén állt az előző bajnokság zárásakor az Ibrány, amely a 2020-21-es idénynek is Kiss Tamás irányításával vágott neki. A némileg átalakított csapat őszi szereplése 3 szakaszra osztható. A jó rajtot követően hullámvölgybe került az együttes, majd az utolsó 3 meccsükön döntetlent játszottak az ibrániak. Az így megszerzett 18 ponttal a 6. helyen állt a csapat a koronavírus járvány miatti újabb szünet kezdetekor. A bajnokságot azt jól kezdtük, 5 mérkőzésből 4-et nyertünk, úgyhogy egy átalakult csapatunk lett, tele fiatalokkal, ismét 2-3 helyit úgy gondolom, hogy be tudtunk építeni. Ezek fontos szempontok voltak. Nyilván a célkitűzéseink az elmúlt évekhez képest kicsit változtak, hiszen eddig azért mindig a dobogóért küzdöttünk, most azért tudtuk, hogy a keretünk azért átalakult, úgyhogy az élmezőshez mindenféleképpen tartozni szerettünk volna. Én úgy gondolom, hogy nagyjából ha a mutatott játékot nézzük, a 12 forduló alapján, akkor úgy érzem, hogy picit előrébb is végezhettünk volna. Ha nagyjából a realitást, akkor viszont a csapat, ha keretét nézzük, akkor a realitásat a 3-6-3-7 közé tudom sorolni a csapatot. A 100%-os teljesítménnyel listavezető Tarpához képest 18 pont az Ibrány hátránya, az 5. Máté Szalkától pedig 5 pont távolságra van Kiss Tamás együttese. A Tarp az mindenféleképpen kiemelkedik, nem mondom, hogy 100%-osan, de biztos vagyok benne, hogy meg fogja nyerni a bajnokságot, hisz rendkívül komoly munka folyik, feltételek adottak, jó játékos állománnyal rendelkeznek. Utána viszont van a jelen pillanatban a Vásáros Namény a második, ugye Nagy Ecsed a harmadik, akik azt hiszem, hogy 6 meg 7 ponta vannak tőlünk. Nyilván 18 forduló az sok minden befolyásol majd. Ugye itt az lesz majd a kérdés, ki milyen könnyen tud alkalmazkodni, például az, hogy január 30-án már kezdődik a tavaszi szezon, illetve a sérülések mennyire kerülik el a csapatokat. Nyilván a célkitűzésünk tavaszra az mindenféleképpen az lesz, hogy minél inkább szeretnénk még feljebb zárkózni a tabellán. A felkészülés január 3-án kezdi el a csapat. Mivel a megyei szövetség által szervezett téli teremtorna elmarad, Nagy Dávidéknak nincs lehetőségük arra, hogy negyedszer is megszerezzék a kupát. A 13. fordulóban január 30-án Máté Szalkán lép majd pályára az Ibrány. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Felemás éven van túl az autóipar, ami 2020 áprilisában csupán alig több mint 6000 új autót helyeztek forgalomba. Novemberben ez a szám már a 13000-et is meghaladta. Az ágazatban továbbra is problémát jelent, hogy még mindig jelentős a nagy káros anyagkibocsátással rendelkező autók importja. Bár már történt előrelépés, a cél az, hogy a vásárlók egyre inkább a környezetbarátabb technológiákat részesítsék előnyben. Mintegy 360 millió forintból a Zöldváros program keretében megújult Nyírtelken a település egyik jelképének számító Királytelek Vigadó és új központi épületet kapott a Sportközpont. Pályázati forrásokból és saját erő segítségével korszerűsítették az orvosi, gyermekorvosi rendelőket és a védőnői szolgálat épületét. A tervek között szerepel a Városháza új épületének kialakítása és egy pihenővezet létrehozása. Egy sikeres magyar-román pályázatnak köszönhetően a határ két oldalán tevékenykedő vállalkozókat segíti majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara szakmai tapasztalatcserével, üzemlátogatásokkal és a határmenti foglalkoztatás elősegítésével. 2021-től bekapcsolódnak a programba az üzletember találkozások, különféle pályaorientációs programok, amelyekhez a kézműves kamara is csatlakozik majd. Önök január 1-én, pénteken a Kölcsey Televízió híradóját látták, híradóval legközelebb hétfőn, heti hírösszefoglalónkkal pedig holnap jelentkezünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, boldog új évet kívánok, viszontlátásra!